Etikátlan emberkísérletek mindenhol és bármikor előfordulhattak a történelemben, hiszen az emberi kíváncsiság és a tesztalanyokkal szemben tanúsított hozzáállás egy visszataszító emberi tulajdonságot képes volt mindig, minden körülmények között felébreszteni. A bosszúálló kíváncsiságét. Japánban már az 1930-as évektől kezdve foglalkoztak emberkísérletekkel, de a II. Világháború alatt nagyobb méreteket öltött a tudományoskodó célzattal végrehajtott kínzások sorozata. Ebben a videóban azokat az etikátlan emberkísérleteket fogom most ismertetni, amiket Japánban követtek el. Tartsatok velem! Az élve boncolás. Gyakran hivatalos nevén csak 731-es alakulatként említik a szakirodalmak a japán császári hadsereg titkos biológiai és vegyi hadviselési egységét. Szervezetten hajtottak végre emberkísérleteket és népirtásokat a II. Kínai-japán háború és a II. Világháború alatt Mandzsúria területén. Több mint 10 000 emberen kísérleteztek, és mivel az egység központja egy Harbinban található fűrészüzem mellett volt, ezért gyakran emlegették a tesztalanyokat fahasábokként. Az itt megölt emberek túlnyomó többsége kínai és koreai származású katona vagy civil volt. A halálos áldozatok száma jóval meghaladta a 200 000 főt. Akadtak köztük fiatalok, gyerekek, terhesnők és idős emberek is. A legtöbb esetben az áldozatokon élveboncolást hajtottak végre érzéstelenítés nélkül. Legtöbbször ezt úgy tették, hogy kórokozókkal fertőzték meg őket, majd szépen egyesével eltávolították azokat a szerveiket, amiket meg akartak vizsgálni és figyelni kívánták rajta a fertőzés folyamatát. Így gyakran figyelték a gyerekek és a terhesnők magzatok szerveinek reakcióit. A végtagok eltávolításával figyelték meg, hogy milyen tünetekkel jár az emberi szervezet esetében egy komolyabb vérveszteség. Néhány esetben a lábakat az ellenkező lábak helyére varták vissza, hogy megfigyeljék, az emberi szervezet képes-e működésbe hozni a rosszul visszavart lábakat. Az áldozatok között volt olyan is, akinek a gyomrát kivágták, majd testen kívül varták össze a nyelőcsővel, hogy megfigyeljék az emberi emésztés folyamatait. Fegyverkísérleteik során a lángszóró és a gránát felrobbanásának hatásai figyelték meg az áldozatok különböző testhelyzetbe való elhelyezésével, és ezt mindig más és más távolságokból vizsgálták. Biológiai és kémiai harcanyagokkal is kísérleteztek a kikötött tesztalanyokon. A 731-es egységet felszámolva csupán az elkövetők töredékét ítélték el a Habarovszki perben, a kutatók többségének az Amerikai Egyesült Államok amnesztiát adott, a kutatási eredményeik átadásáért cserébe. A pestis bomba. A 731-es egységnél előszeretettel fertőztek meg embereket kolerával, pestissel, de mérgezték is őket. Ez mind egy hosszas előkészítése volt egy biológiai fegyver előállításának, amivel a japán birodalom Ishii Shiro vezetőkutató szerint biztos győzelmet arathat idővel. Ez lett az általa 1938-ban először szóba hozott pestis bomba. Az alapötlet szerint kerámia bevonat mögé rejtett pestissel, kolerával, hastifusszal fertőzött bolhákat dobtak volna le lakott területekre. Ezt tovább gondolva eleinte az egység fogjain tesztelték a japán katonák védőöltözet mögül figyelve, hogy milyen gyorsan fejti ki hatását egy ilyen bolha csorda szabadon eresztése. Kína meg nem szállt területeire, a látott eredmények tükrében fertőzött ruhákat és élelmiszereket dobtak le a lakosság részére. Egyes településeken a japánok maguk osztották ki a fertőzött élelmiszert és az édességeket a gyerekeknek. Az akció során elhunyt áldozatok száma meghaladta a 400 000 főt. Az erőltetett terhesség. A 731-es egységen belül valamennyi szülésre alkalmas nőt belekényszerítettek a várandóságba. A fogságban várandóssá vált nők egy jó része mesterséges úton, míg egy másik jelentős részük nemi erőszak útján termékenyült meg. A japán orvosok azzal a feladattal lettek megbízva, hogy különböző betegségeknek tegyék ki őket, különösen a szifilisznek, ugyanis orvosi hipotézisük volt, hogy az anyai szervezet képes ezt a betegséget átörökíteni a magzatnak. Az eredmények tükrében az anyák a szülést követően rövidesen meghaltak, a magzatok eleve halva születtek, vagy a megszületésük után a fertőzés továbbterjedésének elkerülése érdekében végleg megszabadultak tőlük.
A fogságba került kismamák és csecsemők közül egy se szabadult élve. A nankingi baktérium. Nankingben működött az emberkísérletekkel megbízott 1644-es egység, aminek ugyan elsődleges feladata megint csak a betegségek mérges gázok kikísérletezése volt, ugyanakkor itt teljes titokban tartották, hogy a központi gyárépület 4. emeletén hadifoglyokat őriznek. Arra az emeletre ugyanis az épületet védő katonákat se engedték fel, csak a kutatócsoport tagjai mehettek oda és kísérletezhettek velük. A nankingi csoport elsősorban gázok, baktériumok kifejlesztésével foglalkozott tehát, mellette tanulmányozták a fogjaikon a bubópestist, az eredmények tükrében pedig nem riadtak vissza az élvebontszoláson alapuló megfigyeléstől sem. Az itt kifejlesztett baktériumot 1942-ben vetették be Kína ellen, amiben 1700 civil vesztette életét. A háború végén valamennyi foglyot kivégezték, hogy ne lehessen bizonyítani, hogy itt emberkísérletek zajlottak. A pekingi csapás. Japán 1938 óta működtette az észak-kínai városban, Pekingben az 1855-ös egységet, aminek hasonló emberkísérleti feladatai voltak. Valamennyi hadifogoly Kínait különböző betegségekkel, pestissel, kolerával, tifusszal fertőzték meg, hogy figyeljék azt, ahogyan meghalnak. A japán személyzet egészségét úgy őrizték itt meg, hogy koreai munkatársakkal figyeltették közvetlenül az eseményeket. 1945-ben miután Japán elismerte vereségét, a pekingi épületet kiürítették és távoztak, mielőtt a kínaiak birtokba vették volna azt. A pekingi csoport közel 1000 embert ölt meg. A szingapúri összekötő. A japán hadsereg déli felfedező alakulata hozta létre 1942-ben a 9420-as egységet, aminek két csoportja a maláriát és a pestist vizsgált a Szingapúrban. A csoport elsődleges feladata volt, hogy a szingapúri járványhullámokat a II. Világháború alatt visszaszorítsák. Ennek a csoportnak köszönhető, hogy a térségben a patkányok száma jelentős mértékben csökkent, ugyanakkor a csoport az itt szerzett tapasztalataikat és a különféle betegségeket új biológiai fegyverek elkészítésére használták fel. Ezeket a tudásokat adták tovább a többi egységnek a kínai mészárlások kivitelezéséhez. Az éheztetés. A 8604-es egységet a dél-kínai kantonban hozták létre. A csoport a II. Kínai-Japán háború óta működött, és a II. Világháborúban is aktív szolgálatot teljesített az egység valamennyi tagja. Csak évtizedekkel később derült ki, hogy az ide begyűjtött hadifoglyokon figyelték meg az éhezés különböző jeleit. A szervezet hogyan reagál, ha nem kap enni vagy inni. A megfigyelést megint csak élveboncolással végezték el. Ezekben a kísérletekben nem csak az a szörnyű, hogy megtörténtek, hanem mindez teljesen szervezett úton, az adott államban teljesen legálisan történhettek meg, a japán császári család néhány hercegi tagjának aktív részvételével. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor az a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreonon is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!